sziasztok, Ádám vagyok, a Tekettőt nézitek, és az Alcatel OneTouch POP 2.4-es készüléknek a Windows Phone rendszer kutató verzióját látjátok. Ez egy új négyhüvelykes készülék innen Las Vegasból a CES 2015-ről. A készülék nagyon hasonlít a korábbi Alcatel modellekre, ez nem meglepő igazából. Az előlapon egy négyhüvelykes 800x480 pixeles kijelzőnk van, ami TN paneles, ami látszik is itt a betekintési szögekben, nem annyira szép sajnos a kijelző, bár egy olcsó készülékről beszélünk, tehát ez nem annyira meglepő. Kijelző körül viszonylag vastagnak nevezhető keret fut végig, talán itt így látszik is, hogy mennyire széles oldalt is a keretünk. Alul három darab kapacitív érintő gombunk van, felül visszajelző, lett végig a kamera, illetve hangszóró, fényérzékelő sajnos nem is került a készülékbe. Oldalról megnézve látható, hogy 12,35 mm vastag a telefon. Nyilván ez azért eléggé vaskosnak nevezhető, bár belépő szinten ez nem számít annyira gázosnak. Jobb oldalt van hangerőszabályzó gombunk, felülre került bekapcsoló gomb, illetve egy jack csatlakozó, valamint kapunk egy mikrofon. Alul pedig van egy második mikrofon, valamint egy mikro USB. A készülék hátoldalán találhatunk egy kamerát. Ez 2 megapixeles, egyes régióban, más régióban 8 megapixel. Jelen pillanatban elvileg ez a 8 megapixeles, illetve bár kevésbé látszik, de alatta van egy vaku is, valamint egy hangszórónk van még. A hátlap alapból levehető volna, ezt most nem tudom megmutatni, de egyébként alatta kivehető akkumulátort kapunk, amelynek a kapacitása 2000 mAh, ami egészen jónak számít igazából ezen a méreten. A hardware tekintve, ugye a kijelzőről már beszéltem, egy 4 magos 1,2 GHz-es processzor került bele, valamint 1 GB RAM, 4 GB háttértár. Természetesen a microSD és bővíthetési lehetőségünk, így maximálisan 32 GB-s kártyát lehet még beletenni a készülékbe. A POP 2.4-es Windows Phone verziója a Windows Phone 8.1-es rendszert futtatja. Igazából a sebessége Legion a Microsoft rendszerétől megszokott sebességet hozza, akadás nélkül a telefon, ami mindenképpen pozitívum. Érdekesség még, hogy bár egy nagyon olcsó készülékről beszélünk, LTE képes is, akár 150 megabit per szekundumos letöltési sebességre is alkalmas. Nézzük meg, hogyan szolgál a kamera. Megpróbálok csinálni egy képet vele, bár itt a riasztó miatt ez elég nehézkes lesz most. Ahogy látom, fix fókuszos, tehát nincs benne autofókuszra lehetőség, amit én azért hiányolok. Sajnos lehet, hogy ez éppen nem is a 8 megapixeles verzió ráadásul. Hát nagyon nem akarja megtalálni a megfelelő képet. Itt van. Igazából, hogyha ránagyítunk, annyira nem szép a kép, eléggé elmosódottak az elemek rajta, és hát nehezen is látszik, talán így látható a kamera számára is. A kép, hát nyilván egy olcsó telefonról beszélünk, tehát ahogy mondtam, nem is lesz túl erős. Készüléken minden fontos a Windows 8 funkció elérhető, így például van Cortana, ami mondjuk nem működik elég sok régióban jelen pillanatban még, többek között Magyarországon sem. Kapunk akkumulátor kímélő üzemmódot, amelynél itt láthatjuk, hogy mi mennyi áramot fogyaszt, például azért a Cortana folyamatos futással elég sokat meg tud enni, illetve hát igazából tényleg a megszokott Windows Phone 8.1-es funkciókat, szoftvereket kapjuk. Ez volt az Alcatel OneTouch POP 2.4 Windows Phone 8.1-el. Kövessetek minket továbbra is a tekettő.hu oldalon. Sziasztok!